Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este a Magyar Házban. Örülök, hogy ennyien összejöttünk. Zen meditációról és tudati gyakorlatról lesz szó, amely a jelenlétre épül. Jelenlétünket erősítsük meg most egy mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában két szótag, Om Nam. Ezt egyszerre elrecitálhatjuk hétszer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Amikor a hang behatol a tudatba, akkor egy ideig a gondolkodásunk, az a zaj, ami állandóan bent van az elmében, az egy kicsit alább hagy. Amikor alább hagy a zaj, akkor tényleg jól látjuk a világot, jól halljuk a másik embert, tisztán érzünk, helyesen gondolkodunk. Igen, ezt a zajt nagyon nagy mértékben lehet csökkenteni, sőt, hogyha helyesen gyakoroljuk a zen meditációt, akkor el is lehet tüntetni. Amikor pedig eltűnik a zaj, akkor csak a jel van. Mit látsz most? Mit hallasz most? Mit gondolsz most? Mit érzel most? A pillanatnak a tudatosságán múlik minden. És akkor a látszólag megoldhatatlant is meg tudod oldani. Ez az intuíció működése. Várhatjátok azt, különösen akik a 208 Koan című könyvet kezükbe vettétek, hogy valami kínai vagy koreai történetet fogok mondani. Nem, egy magyar népmeséből fogok idézni. Amikor a király áruhában végig látogatja az országot, és az élelmes parasztlánnyal találkozik, és természetesen szerelembe esnek, és látja a király, hogy hát valahogy ezt meg kell oldani, de nem viheti magával csak úgy az udvarba ezt a lányt, és a következő feladatot adja neki. Jöjjön fel a királyi udvarba úgy, hogy az úton is megy, meg nem is. Visel ruhát, meg nem is. Hoz ajándékot, és nem is. Ez a Koan magyar változata. Egy olyan helyzet, amit csak gondolkodással nem lehet megoldani, mert az ellentmondások megbénítják az embert, vagy felrobbantják az embert. Attól függ, hogyan reagálsz rájuk. És hogyha elolvasod a mesét, akkor nagyon ügyes volt a lány, és megoldotta mind a három kérdést. Tehát fogta magát, és egy szamár után lépkedett, és az állat lába nyomába lépett. Halászhálóba öltözött, és ajándékba pedig vitt egy verebet két szita közt, és hogy elengedte, a madár elrepült. Amikor az elmének a működéséről van szó, akkor képzelj el egy olyan világot, amit csak a látható irányít, a hallható, az elgondolható irányít. És a kérdés az, hogy van-e ezen túlmenően valami? Nagyon sok vallás, nagyon sok filozófia, mostanában a tudomány is állítja, hogy az érzékszerveinken túl egy hatalmas világ van, amit mi nem látunk, nem hallunk, még csak el se tudunk gondolni, de mégis létezik. Ha nem létezne, honnan lenne bennünk az isteni szikra? Honnan kapnánk intuitív rálátást? Honnan tudnánk valamit, amit nem gondoltunk el, csak úgy jött látszólag? A zenére azt mondja, hogy a nem tudható, de tapasztalható
emberi lélek. Az a fajta önvaló, amelyhez nem fűzhető személyigazolvány vagy testi mi volt, de mégis névvel és formában életben van. Tehát a tiszta tudat tapasztalata a zen. Az érzékszervi és az érzékszerven túli együttes tapasztalata a zen. Sokkal egyszerűbb és tisztább, mint azt gondolnánk, mert nincsenek vallásos dogmái, nincsen olyan akadálya, hogy valaki a világon ne gyakorolhatná, minden vallással, világképpel és meggyőződéssel összefér, mert belülre irányítja a kérdést. Ha valaki hisz Istenben, akkor mi az bennem, ami hisz Istenben? Ha valaki nem hisz Istenben, akkor mi az, ami belül tagadja azt, és nem hisz benne? Ha valaki hisz a reinkarnációban, akkor mi az, ami a reinkarnációban végig életeken keresztül vándorol? Ha valaki nem hisz a reinkarnációban, és azt gondolja, hogy csak ez az élet van, és nem foglalkozik azzal, hogy honnan jöttünk és hová megyünk, akkor mi az, ami most ezt az életet éli, és kimondja azt, hogy én magyarul, I angolul, ja oroszul. Ne feledjük azt se, lehet, hogy szükség lesz rá. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a fajta kérdést, hogy ki vagyok én, azt befelé irányítsuk, és lássuk azt, hogy a személyiségünk az egy keletkezett dolog. Az valami, amit mi alakíthatunk. Tulajdonságokat szerezhetünk, és veszíthetünk el. Mi építjük föl saját magunkat. De van valami, ami ezt az egész változást látja. Sőt, irányítja. Sőt, kapcsolatot teremt a világgal, és meglátja a másikban is az embert, magát. Nos, mi ez az ember, ami tényleg közös bennünk? Ha megnézed, fizikai mi voltunkban is, lelki alkatunkban is különbözünk egymástól. Másképp látjuk a világot, másképp gondolkodunk, másképp érzünk, más arc néz vissza mindegyikünkre a tükörből, de mégis van valami, amit közösnek, emberinek, általánosnak mondunk magunk közt. Mi ez? És a kérdés így helyes, hogy mi ez? Hiszen a ki az már egy egyéni alakulat. Ez fontos, és erre szükség van. De hogyha a nyersanyagot akarod belül tapasztalni, amiből te vagy, azt a lényeget, amiből mi megjelenünk, akkor a mi ez kérdés sokkal, de sokkal célra vezetőbb. Ezt irányítsd befelé. És hogyha felteszed folyamatosan, ritmusosan ezt a kérdést, meditáció közben minden belégzésre, akkor az elme elkezd működni, és a tudat mélyebb rétegei megnyilatkoznak. Utána az elme egy idő után megunja az állandó kivetítést és mozigyártást, és csak a mély tudatból jönnek fel azok a rétegek, amivel eddig azonosultunk, amelyekről azt hittük, hogy mi vagyunk. De kiderül, hogy ez csak karma, olyasféle szokás, amit eddig vittünk magunkban, és a mi döntésünk az, hogy megfogom és használom, vagy elengedem, és távol maradok tőle. És ez a fajta hozzáállás az ember tulajdonságaihoz, szokásaihoz, ez helyes. Hogyha kötődnél az azonosság szintjén ahhoz, ami változik, ami feltételhez kötött, ami tökéletlen, hogy előbb-utóbb csalódnál, mert valójában nem te vagy. Ha kötődne a gyár a termékhez, akkor nem lehetne újat hozni. Nem lehetne értékesíteni azt a terméket. Nem lehetne megszabadulni tőle, hogyha értéktelen. Tehát nézd meg azt, hogy a tulajdonságait honnan jönnek, mi az, ami benned kimondja azt, hogy én, mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, gondolkodik az elméddel, érez a szíveddel, mi ez? És ahogy az előbb említettem, a kérdésfeltevés, az mint a hagyma rétegeket fosztja le rólad, azokat az identitás rétegeket, amelyekről azt hitted, hogy te vagy, de mégsem. És a kérdés az, hogy ezután mi van? Ehhez már tényleg egy kínai történetet fogok mondani. Létezett egy Hotei nevezetű, nagy respektnek örvendő szerzetes,
aki mindig egy nagy zsákkal a vállán járt. És egyszer jött le a hegyről. Egy fiatal szerzetes épp az elvonulását kezdte meg, és ő pedig fölment a hegyre. Meglátta a nagy tiszteletű szerzetest, és azt mondta, ó, micsoda szerencse, micsoda jó karma, hogy most találkozunk. Kérlek, mester, adj tanácsot, hogy ezt a 100 napos elvonulást hogyan hajtsam végre. Mi a legfontosabb? Hotei egy mozdulattal elengedte a zsákját, ami hatalmasat puffant a földön. A fiatal szerzetes megértette, megköszönte, és ezt a kérdést tette föl. Értem, mester, de ha elérem, utána mi van? Hotei szó nélkül felvette a zsákját a vállára ismét, és tovább ment lefelé a hegyről. Tehát miután elértük azt az önvalót, amelyben már nincs karma, nincs fix tulajdonság, nincs ragaszkodás, nincs semmiféle olyan kötődés, amely egészségtelen lenne, utána tudatosan felépíthetjük azt a személyt, sőt, azt a közösséget, azt a családot, amilyet szeretnénk. Mert ez a tovább lépés, hogy helyes tulajdonságokat építünk föl. Megfelelően ismerjük fel az egymáshoz való viszonyt, és helyes viszonyt építünk ki, és helyesen működünk együtt. Honnan tudjuk, hogy ez sikerült? Amíg csak szokásból, berögződöttségből dolgozunk, addig rengeteg hibát vétünk. A hiba a szenvedés megteremtése. Hogyha ezt a hibát felszámoljuk, akkor boldogságot, szeretetet, együttérzést, bölcsességet és hasonló minőségeket termelünk egymás számára. Ez mind belőlünk jön, ez mind a lélekből jön. És hogyha a lélek tiszta, akkor egy tiszta valóságot teremt, megfelelő párkapcsolatot, családi életet és társadalmi életet teremt, de hogyha a lélek nem tiszta, mert helytelenül látja önmagát és a világot, akkor ebből a torzulatból, a téves nézetekből rengeteg kapzsiság és harag keletkezik. És ezek azok a hibák, amelyek miatt szenvedünk és szenvedtetünk. Mind a kettő egyszerre történik. Tehát a tudat tisztasága nem vallásos tevékenység, bár olyan kontextusban is lehet gyakorolni. Transzcendens tevékenység, mert meg kell haladnunk önmagunkat. Meg kell haladnunk azt a személyiséget, amit eddig ismertünk. A mélyére érdemes mennünk, és meg kell látnunk, hogy a tulajdonságaink hogyan keletkeznek, hogyan teremtjük azokat, hogyan tartjuk fönt azokat, és ha kell, hogyan szüntetjük meg azokat. Az ember eredetileg ura a saját életének és halálának. Ha úgy érzed, hogy tehetetlen vagy, ha csak sorsod van és utad nincs, akkor hol a hiba? Mitől veszítetted el a döntésképességedet? Miért nem tudsz nagy dolgokon változtatni? Miért érezhetjük úgy, hogy szétesett az élet 10 000 részletre, amiből valójában egy sem fontos? A helyes szellemi gyakorlat egy belső hierarchiát hoz létre. Az értékek nyilvánvalóvá válnak, az előbb elmondott minőségek tekintetében is, és a helyes párkapcsolat, családi élet és társadalmi élet tekintetében is. Ez a három fontos alakulat mind egyénekből tevődik össze. Hát amilyen tiszta az egyének tudata, pontosan olyan tiszta lesz a párkapcsolat, a családi élet és a társadalmi élet is. És ezért a munkát elsősorban magunkon kell elvégezni. Ha magunkon nem végezzük el ezt a munkát, akkor nem várhatjuk azt, hogy a környezet bármivel is jobb lenne, mint most. Hogy másképp fognak az emberek viszonyulni hozzánk. Vagy egy más világot tudunk teremteni magunknak és egymásnak. A zen tehát rendkívül egyszerű, rendkívül mélyre megy, és rendkívüli lehetőségekkel bír, de csak akkor, ha csináljuk, ha gyakoroljuk, ha tesszük. Nagyon sokat lehet beszélni a vízről, hogy hányféle halmazállapota van, hogy hányféle névvel illethetjük, hogy hányféle módon lehet belőle különböző vegyületeket, anyagokat létrehozni, mire alkalmas. De ha nem isszuk meg akkor, amikor szomjasak vagyunk, akkor egy idő után szomjan halunk. Nagyon sok könyvet lehet olvasni, rengeteg formát, doktrínát ki lehet próbálni, de hogyha nem használunk valamit, ami tényleg a mélyre megy, ami tényleg letisztít,
akkor a forrás partján szomjan tudunk halni. Pedig 10 000 forrásból jön a víz. Tehát nem pusztán gondolkodni, beszélgetni, és újabb gondolatokkal élni érdemes, hanem tapasztalni. És ezt a tapasztalást, ezt az utat kínálja föl a zen is, és más is. Sokféle ilyen út van, és érdemes belül megkérdezni azt, hogy valójában mi a fontos. És akkor az a sok-sok kiegyenlítettnek látszó jelenség, amelyek közül nem tudunk választani, hirtelen hierarchiát kap, hogy a léleknek mi a legfontosabb, a kevésbé fontos és a jelentéktelen. És ekkor egy egészséges értékszemléletünk lesz. Ez az értékszemlélet nem doktrinális alapú, nem dogmatikus, hanem látja és hallja, tapasztalja, hogy mi az, ami boldoggá tesz engem és másokat egyaránt, és mi az, ami kisemmiz, megsemmisít, szenvedést hoz és ad tovább. Ezek a döntések rajtunk múlnak. És azért érdemes a tisztánlátást gyakorolni, hogy az ok és okozat működése végre világossá váljék számunkra. Ennek a világnak a jelenlegi állapota rengeteg kérdőjelet ébreszthet mindenkiben. Egy viszont biztos, óriási lehetőségeink vannak most ebben a bizonytalanságban, hogy belül dolgozzunk, hogy belül valamilyen munkát elvégezzünk. Szerencsére nagyon kevesek üldöztetnek már ezen a földön a nézeteik miatt. A világ nagy részén a vallásos, tudományos, társadalmi és egyéb meggyőződések szabadon gyakorolhatók. Vannak olyan helyek, ahol nem. Szerencsére Amerika, Európa és a világ civilizáltabbik fele nem ilyen. Ott ezek a nézetek kipróbálhatók, gyakorolhatók, elmélyíthetők. Én azt javaslom, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, hogy a belső kérdéseinkre több úton megtalálhatjuk a választ. És hogyha kiválasztunk egyet, akkor azon végig lehet menni. Nos kérem, szerintem bevezetőnek ennyi bőven elég volt, és most várom a hallgatóság kérdéseit, amely bármi lehet. Emlékezzünk arra, hogy a kérdés kinyitja a tudatot. A kijelentések azok irányba állítják, a tudományos definíciók határt szabnak neki, és a dogmák börtönbe zárják. Ezért érdemes kérdezni, mert a tudatodat rányíthatod egy új irányra, a valóságnak egy új szeletére, és ezáltal értékes lesz számodra ez az előadás. Egyébként elmegy a fejed fölött az egész. Nagyon köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt vagy. Majd a történetet később elmesélem, miért vagyok itt. Sok kérdésem lenne, millió válasz cseng a fülembe, de most valamiért a következetesség kérdésem volna, hogyha erről tudnál nekünk egy pár szót mondani. Mi a kérdésed a következetességgel kapcsolatban? Tehát ez kapcsolódik az ígéretekhez, meg az elvárásokhoz, és hogy mennyire befolyásol minket az, hogyha következetesek vagyunk önmagunkkal kapcsolatosan. Az elvárások és ígéretek melyik oldalán állsz jelenleg? Te ígértél, vagy neked ígértek? Ha oda-vissza megy ez a játék szerintem. Nagyon helyes, mert akkor a nézőpontokat tudod egységesíteni. Ha ugyanolyan tudatállapotban ígérsz, mint ahogy várod az ígéretek felé történő megvalósítását, akkor valószínűleg helyes alapon állsz. Az ok és okozat az oda-vissza működik. Tehát, ha az ember nagyon sokszor megszegi az ígéreteit mások felé, akkor miért csodálkozik, hogy az univerzum felé se tartja be? Amilyen világot teremtünk magunknak, olyan visszhang jön hozzánk vissza. És vigyázzunk az ígéretekkel, mert érdemes betartani őket, és vigyázzunk az elvárásokkal, mert mi van, hogyha bekövetkezik? A személyiség 4 nagy csatornából áll az érzékszervi síkon fölül. Gondolkodás, érzelem, beszéd és cselekedet. Az a jó, hogyha ezek egy irányba mutatnak, mert ez adja a belső integritásunkat és egységélményünket. Ha állandóan felszabdaljuk a világunkat azzal, hogy nem azt mondjuk, amit teszünk, és amit teszünk, azt nem mondjuk ki, amit gondolunk, azt nem vagyunk hajlandóak érezni, és amit érzünk, arról nehogy gondolkodjunk. Ha ez van, akkor dezintegráljuk, szétszedjük magunkat belül.
Az a jó, hogyha ez a négy csatorna egy irányba folyik. Ez nem a tökéletességet jelenti, ez a belső egységet jelenti. Tehát a gondolatok, az érzelmek, a beszéd és a cselekedet az egy irányba megy. Erről mondod azt, hogy ugye következetesség. Igen, azért emelem meg kicsit a szintet, és növelem a teret e körül, mert a puszta következetesség az nagyon-nagyon képlékeny fogalom. Tehát ki az, aki a ponthegesztést ráteszi a hajóra? Ki az, aki szerint ez következetes, vagy sem, vagy túlszoros, vagy túl laza? Úgyhogy a következetességet keresd az ok és okozat működésében, mely nem függ az emberi véleményalkotástól. Köszönöm. Szívesen. Nekem az volt a benyomásom, amit eddig hallottam ebben a témakörben, hogy ezek a fejlődési folyamatok arra irányulnak, hogy az ember az egóját valahogy összekicsinyítse. Igen, de az egó nem tudja az egót kicsinyíteni. Ezért egy kicsit kitágítani a láthatárt. És amit valójában szeretnék kérdezni, hogy ez a folyamat hogyan összeegyeztethető a jelenkorral. Hogyha én az egómat összekicsinyítem valamilyen módon, akkor nehezebben fogok munkát találni, mert a munkaadók előnyben részesítik azokat, akik nagy egóval állnak oda. A személyiség helyes működését és versenyképességét ne tévesszük össze az önző egoista viselkedéssel. Amikor véleményt alkotsz és azt akarod, hogy az legyen az egyetlen igazság, akkor az énséged, az egoitásod működik. Amikor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, akkor a személyiséged, mint, hogy hívnak? Dávid. Mint Dávid, nagyon szépen működik. Dávidnak van neve és formája, mint mindenkinek. Értsük meg, hogy az ego nem egy külön lény. Nem a kis gonosz bennünk. Az a kis, tudod, hasított körmű. Hanem egy hozzáállás. Tehát pillanatról pillanatra döntést hozol, hogy egészségesen, nyitottan, tisztán, együttérzően, bölcsen, mint Dávid cselekszel, vagy pedig te vagy az egyeduralkodó, és akkor hirtelen az énnek a vasfalát, egy ilyen falangszot tolsz magad előtt. Ez hozzáállás kérdése. Most gondold el, ha az egoitás egy entitás lenne, akkor az simán ki lehetne operálni. Kivenni. Pszichológiai vagy egyéb ilyen fizikai entitás, megfelelő műtő, kivennék belőled, mindenki butha lenne egy pillanat alatt. Tehát ez nem ilyen. Az egoitás hozzáállás. És ezt a hozzáállást kell megváltoztatni. Tehát, hogyha az ember a kövekből falat épít, akkor elszigeteli magát. Ha a kövekből utat épít, akkor azon maga is és más is haladhat. Én azt látom, hogy aki kevésbé egoista, az messzebbre jut. Aki nagyon énes, nagyon önző, az rövid távon előre jut, mert ugye mindenkit kizár. Előre jut rövid távon, mert mindenkit lekönyököl, hosszú távon viszont nem megy. Egyáltalán nem. Nézd meg, hogy a személyiséged mikor válik egy tankhadosztályá, és mikor tudsz együttműködni az emberekkel. Ott a különbség. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy a reggeli meditáció mennyibe tud segíteni abba, hogy elindítsd a napodat? Hát jobb indítást nem tudok elképzelni, ugyanis ha megnézed, mindenki bemegy reggel a fürdőszobába, hogy a fizikai dolgait egy kicsit rendbe rakja, felfrissüljön, megtisztuljon. A tudatnak is ezt ajánlom, mert hogyha reggel csak 20 percet meditálsz, és jelen vagy, és nem csak a határidő naplódat futtatod, akkor az elme gyönyörűen fel tud készülni erre a napra, csak azért, mert egyben vagy. A meditáció alatt kitakarítod az összes álommaradványt, helyre teszel egy csomó megoldatlanságot, és ismétlem ezt nem tudatos gondolkodással, akaratlagos elmeműködéssel teszed, hanem körülbelül úgy, mintha tükör előtt állnál, és engeded, hogy a jigsaw puzzle-nak a darabjai szépen a helyükre essenek. Ugyanis, ha megfelelő energiaszinten, megfelelő elhivatottsággal teszed ezt, akkor a lélek aktiválja a saját öntisztító képességét. Ezt hívjuk buddha természetnek, a felébredés lehetőségének, az igazi önvaló működésének. Nagyon sok neve és megnevezése van, de igazából ez egy bizonyos energiaszint fölött elkezd működni, és hogyha rendszeresen gyakorolod a meditációt, akkor már csak fönt kell tartani. Ugyanis rengeteg dolgot előre láthatsz, rengeteg problémát megoldhatsz, hozzáállást letisztázhatsz, ismétlem spontán, világosan,
emberi módon. És nem úgy mész ki az utcára, hogy épp hogy kizuhantál a fürdőszobából, és még a fogmosó víz az oda szárad rajtad, és már beültél az autóba, és akkor sietsz. Ne siess, érjél oda, az más. Úgyhogy a reggeli meditáció az tisztít, üdít, frissít, felkészít, és ugyanígy érdemes, ha a családi élet megengedi, este elalvás előtt egy kicsikét figyelni a lélegzetünket, esetleg leülni egy kicsit, ha a viszonyaink engedik, és utána, miután a napot egy picit kitakarítottuk magunkból, utána az álmok mezejére lépni. Tisztább tudattal alszunk, tisztább tudattal ébredünk, tevékenykedünk napközben, és alszunk el újra. Köszönöm. Szívesen. Nekem egy teljesen más jellegű kérdésem lenne. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire dönthetek valakinek a testéről, hogy így fogalmazzak, mivel ő még nem döntőképes. Viszont szeretném a későbbi problémáktól megvédeni. Úgy tudom elmesélni a dolgot, hogy van egy unokám, aki majdnem 6 ujjal született, tehát majdnem 12 ujjal született. Itt, amerre a világ halad, nagyon sok bulinak és csúfolásnak és ilyeneknek vannak a gyerekek kitéve. Na most ez egy nagy dilemma, hogy operáltassuk ne, mert nem akarok belenyúlni az életébe, nem érzem úgy, hogy jogom van hozzá, viszont nem tudom ezt a problémát megoldani, hogy a későbbiekben mi lesz? 6 működőképes ujja van? Nem. Csak olyan, mintha egy ilyen gyöngy lenne itt az ujján. Ilyen kérdés, hogy mit csináljunk egy ilyen módon született gyermekkel, ez a családra tartozik, nem rám. Uh-huh. Azt kéne megnézni, hogy a gyermeknek mi a jó. Mi a helyes. Az, hogy csúfolják vagy nem, az nem a 6. ujjon múlik. Az, hogy van bullying az iskolák egy-egy darabjában, az pedig mindenkire érvényes. Vagy így, vagy úgy. De a legfontosabb az, hogy a gyermeknek az útját egyengetni, és megnézni, hogy neki mi a jobb. Uh-huh. És így dönteni. Tehát az egy nagyon nagy munka, hogy tényleg a gyermek szempontjából lássuk ezt a kérdést, és nem az, hogy a felnőtt mit gondol jónak. Okay. Igen. Jó. Igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Az én kérdésem a meditáció típusokról lenne a zen tükrében. Tehát ugye van guided meditation, van TM, transcendence meditation, van, amikor csak zenét hallgatunk, esetleg valami halkat. Tehát amelyik nem azt mondom, hogy effektívebb vagy jobb, hanem amelyik a zen egyértelműen azt tartja előbbre, vagy azt tartja, hogy az a meditáció. Tehát amikor csak az ember ül és próbál meditálni, és elcsendesíteni az elméjét, vagy a más fajta metódusok is. Értem a kérdést. Jó. A zen szempontjából 4 meditáció van, és ebbe szinte minden belepasszol, ami más iskolákban és kultúrákban történik. Az egyik a belül folytatott meditáció. A másik a kívül külső tárgyakkal, tevékenységekkel folytatott meditáció, és ezen belül van a tárgyas és a tárgyatlan. Ez főleg a belsőre igaz. Foglalkozzunk a belsővel először. Amikor a figyelmed befelé irányul, akkor törekedhetsz egy teljesen tárgyatlan, tiszta tudat tapasztalatára, ez közvetlenül igazi önvalónkra irányul, az eredménye a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat tapasztalása, és ez nem könnyű. Sose rejtettük véka alá, hogy ez munka. Az ehhez való eszközrendszer lehet egy kérdés, a mi ez kérdés, egy mantra használata, vagy pedig a közvetlen percepció ebben a térben, ebben a pillanatban. Itt a tudatnak szándékos tárgyi tartalma nincs. Minden, ami megjelenik, az eltűnik. Közben annak kéne nyilvánvalóvá válnia, hogy mi az, ami ezt a megjelenést és eltűnést látja. A tárgyas meditáció az már egy olyan kérdés, amikor egy adott karmát belül meg akarsz látni, föl akarsz dolgozni, egy tulajdonságot el akarsz tüntetni, egy másikat létre akarsz hozni. Tárgyas meditáció, mert a lélek tartalommal, a karmával dolgozik. Külső tárgyas meditáció például, amikor valaki szeret fúrni, faragni. És akkor eltűnik a műhelyben, és semmi más nem létezik, csak a gyalupad, meg a szerszámok, meg farag, és egy gyönyörű fúrója kijön belőle, vagy csinál egy ablakot, egy ajtót, amihez csak kedve van.
A külső tárgyatlan meditáció az, amikor teszel egy sétát az erdőben, és nem nagyon érdekelnek így külön a tárgyak, csak maga a környezet, és ezt a fajta egyévválást a természettel egy ilyen környezetben akarod megtapasztalni. Nagyon sokan ezért járjuk a természetet, mert szeretnénk a szó helyes értelmében elfeledkezni magunkról, és a természet spontán, intelligens, de személytelen működésével egyéválni. Tehát nézd meg, például a sport az lehet egy külső tárgyas meditáció, egy belső probléma megoldás lehet egy belső tárgyas meditáció, a tiszta tudat elérése lehet ebben a térben, amikor nem koncentrálsz semmire kívül, de mégis jelen vagy, és lehet belül is. Ugyanígy tárgyatlan, tiszta tudatra való törekvéssel. Az a jó, ha ez a négy mind megvan, ha mindegyiket tudod. Sőt, spontán tudsz váltani egyik üzemmód és a másik között. Tehát amikor főzöl, csak főzzél. Amikor vezetsz, akkor csak vezess. Amikor nem kell gondolkodni, rögtön tér vissza a tiszta gondolkodás előtti tudathoz. Ne járassad feleslegesen a rendszert. És amikor belül meg kell oldani valamit, akkor őszintén, világosan nézd meg, hogy igen, ez volt a hibám. Ezt kéne kiegyelni, hogy ez többet ne forduljon elő. És például a tárgyas belső meditációhoz van egy ilyen kérdés, hogy mi ez, honnan jön. Elkövettél egy hibát, rusnya volt, kellemetlen volt, nem akarod többet. Az nem jó, hogy bűntudattal megspékelve letolod a tudatküszöb alá, mert az akkor ott szépen szaporodik, elrohad, és utána csőstül csapatostól visszajön. Szépen ragad meg az üstökét, és megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És akkor kiderül, hogy miből táplálkozik, és mit táplál. Ezt hívjuk az ok és okozat udvarának a jelenség körül. Ez kideríthető, csak a dualista gondolkodást azt kell főfüggeszteni egy kicsit. Ezért kell a meditációs módszer, hogy láss, ne gondolkodj. Mert a gondolkodásban annyi önvédelmi mechanizmus van, olyan torzító hatások vannak, olyan felesleges szokások vannak, hogy a saját elmeműködésed akadályozza meg a tisztánlátást. És hogyha ezt meg tudod állni, ha tényleg fel tudod függeszteni a szokás alapú gondolkodást, akkor a gondolataid is tisztábbak lesznek. Akkor jobban fog működni az egész. Mert kiderül, hogy a bennünk lévő összes dualisztikus működés, az összes gondolat, az összes érzelem mind valami nagyobbat tud szolgálni. Pont ezt a tiszta tudatot tudja szolgálni. Mind a négyre szükség van. Jó? Köszönöm. Említetted a szokás alapú gondolkodást. A meditáción kívül mivel lehet segíteni azt, hogy ne legyen szokás alapú gondolkodás? A meditációt terjesszük ki azért arra, hogy ülve, állva, járva, fekve, ébren, álomban, beszédben és csendben egyaránt tartsd meg a tiszta tudatot. Maradjon meg a kérdés, hogy mi ez. És akkor a meditáció nem egy ilyen formális napi 20 perc kényszerzubbajnak tűnik, amit muszáj megcsinálni, mert valaki azt mondta. Ez nem így van. Hát vagy kifejleszted a saját belső igényedet rá, a tapasztalatok alapján úgy döntesz belül, autonóm módon, ígéretek és elvárások nélkül, hogy ezt csinálod, vagy pedig úgy döntesz, hogy nem. És akkor együtt élsz a hibáiddal és a kérész életű erényeiddel együtt. Az a baj, hogy a hibák maradnak, az erények távoznak. Ezt mindenki már látta itt felnőtt életében. És ezért kéne dolgozni, hogy a hibák gyorsabban távozzanak, mint az erények. És akkor kicsit jobban el vagyunk keresztve. Tehát a meditáció nem pusztán forma, de a formát is tudni kell. Tehát egy tárgyatlan belső meditációhoz a forma elengedhetetlen, különben szétszednek a jelenségek darabokra. A világ csak annyira szed szét, amennyire te hagyod. Tehát ha te összeszedett vagy, akkor nincs az az erő, amelyik téged ebből a pillanatból ki tudna pajszerolni. Nem lehet kirobbantani. Tehát elpusztítani lehet, legyőzni nem. Ez ismerős, ugye? Ezt nem csak Hemingway mondta, ezt mások is mondták. Köszönöm. Lehet egy másik kérdésem is? Úgy drágább, azt tudod? Nem tudom, hogy meg tudom-e pontosan fogalmazni, de hogy a lélek megerősítése az fontos, gondolom. És a... Nem tehát, biztos, hogyha túl erős, akkor kicsit gyengíteni kell rajta, legyen összeférőbb. Szóval túl akkor erős lehet, lélek hogy... az összes többit maga alá akarja gyűrni. Hát az nem mindig jó. Akkor lehet, hogyha túl erős a lélek, akkor lehet, hogy az a gond abban, hogy
mondjuk a családot többi tagjáért való felelősségtudat nagyon erős, vagy nagyon nehéz, vagy nem tudom. Na most én kérdezlek, mi a probléma? Nem tudom. Apa, férj, melyik férfi tagja a probléma a családnak? Nem, anyukám. Akkor erős anyuka van, nagyon jó. Tehát, hogyha ha meger... Egyetlen egy kérdéssel tudod megoldani, minden szeretettel együtt, hogy anya, mit akarsz? Mondd el. Ne erőltesd. Mondd el, hogy mit akarsz. Tedd ide az asztal elénk. És akkor meg tudjuk tárgyalni. Hát olyan erővel tudjuk néha saját magunkat képviselni egy adott kontextusban, hogy mindenki más az egy úristen. Legyen egy kicsit kiegyenlítettebb. Tanuljunk meg kapcsolódni egymáshoz. A hierarchia, ami a magyar csoportkarmát nagyon jellemzi, nem élhetünk nélküle, tud jól is működni. Egy struktúrált, vertikális, hierarchikus társadalom tud együttérzően és bölcsen működni, nem zárja ki a kettő egymást. Mint ahogy láttunk demokráciákat is, elidegenedni, egyénekre szakadni, elhidegülni, kiürülni, lélektelennek lenni, ez mind-mind lehetséges a rossz szóval fene nagy szabadság közepette. Ugye? Ez is egy ilyen szitok szóvá vált. Nem a szabadsággal van baj, hanem azzal, hogy mellé nem vállalunk felelősséget. Úgy. Tehát tessék kitenni az egészet nyíltan az asztalra, és megkérdezni, hogy anya, mit akarsz? Mit szeretnél elérni velünk? Mi szeretünk téged, mi a családtagok vagyunk, ugye? Nem alárendeltek, nem szolgák, nem beosztottak, de tessék a szerepeket szétválasztani. És akkor kiderül, hogy mit szeret. Köszönöm. Szívesen. A mai előadás elején beszéltem a koanokról, azokról a népmesébe illő történetekről, amelyek Magyarországon is vannak, a magyar népmese kultúrában. Bár nem hívjuk őket koanoknak, de a paradox természetük miatt pontosan ugyanúgy működnek, mint azok a klasszikusok, amelyeket bizony Krisztus után már 5-600 évvel nagyon komolyan használtak Kínában, egész a mai napig, a Mahajána és a Zen országaiban. A koan, melynek magyar gyűjteményét itt láthatjátok és olvashatjátok, az arra jó, hogy a ma sokszor említett szokás alapú elmeműködést és érzelemformálást meghaladjuk, anélkül, hogy magunkból bármit ki kelljen vágni. Tehát meg kell haladni a karmát, és nem magunkat kell károsítani. Ez nagyon fontos. A koan eredetileg közügyet vagy közokiratot jelentett kínaiul. Kungan, ez volt a kínai, kongan, ez a koreai, és koan, ez a japán kiejtése ugyanannak a két karakternek, és azért lehetett a zen kérdést és választ egy közokirathoz hasonlítani, mert ugye régen nem voltak fénymásolók, meg szkennerek, meg nyomtatók, ezért amikor lemásoltak valamit, azt ecsettel kellett, és amikor az eredetit és a másolatot egymás mellé tették, a két szélre egy nagy pecsétet tettek rá. A másolatot elvitték a rendeltetési helyére, és hogyha bármiféle kétség merült föl az okirat hitelességét illetően, akkor visszahozták a birodalmi irattárba, megkeresték az eredetit, és összerakták. Tehát a szövegszintű egyezés nem volt elég, a pecsét, amely a másolat és az eredeti összerakásával alkotott egy egészet, ez kellett. És bizony, a tanító és a tanítvány tudata, hogyha a tanítvány megválaszolja a koant, az egy egységet alkot. Akkor a tanítvány elérheti a tanító szintjét, és a helyes válasz esetén el is érte. A kérdés és a válasz a koanban szintén egy egészet alkot, melyet tudatos elmeműködés nélkül, spontán, látszólag a semmiből oldottál meg. Ez azért hasznos, mert az élet válsághelyzetei attól válsághelyzetek, hogy nincs rá tudatos, előkészített megoldásod. Nem tudod, hogy abban a pillanatban hogyan cselekedj, hogyan beszélj, esetleg túl sok a gondolat, rengeteg az érzelem, és vagy ezerféle dolgot akarsz csinálni egyszerre, de az nem megy, vagy egyet már tudod, hogy mit kell tenned, viszont azt nem mered, vagy nem akarod, vagy egyéb gátak vannak. Amikor a nem tudhatót éberen, világosan tapasztaljuk és használjuk, akkor kikerülhetünk a karmának ebből a válságos, néha önsorsrontó helyzeteiből. A megoldhatatlanból megoldható lesz. A megválaszolhatatlanból
megválaszolható lesz. És ehhez mernünk kell visszatérni a nem tudhatóhoz, amelynek a működését egy koan praxis tükrében így illusztrálnám. Képzeld el, hogy a tanító elrejtett egy tűt egy kicsi szénakazalban. Nem nagyobb, mint ez az asztal így. Sok munka, de hogyha széthaigálod a szénát, meglátod a tűt, és kiveszed. Viszont, hogyha akkora a szénakazal, mint ez a szoba, akkor már nagyon-nagyon sokáig tart ennek a tűnek a megtalálása. Ezért más módszert kell alkalmazni. Vannak olyan koanok, amelyeket meg tudsz oldani tudatos gondolkodással, analízissel, ha kell, mert nem nehezek. Szándékosan könnyűek. Viszont vannak olyan koanok, amelyek már annyira paradoxak, komplexek, hogy tudatos gondolkodással csak nagyon-nagyon hosszú idő alatt lehetne megoldani, és nem érnéd el az eredeti célt. A nagyon nehéz koanoknál pedig biztosan nem lehet diszkurzív, dualisztikus tudattevékenységgel megoldani a kérdést, és ehhez meg kell haladnod a karmádat, el kell érned valamit, ami a gondolkodás előtti. És ez a hasonlat tükrében ahhoz hasonlít, amikor hoznál egy nagyon erős mágnest, és odaraknád a kazal fölé, és ez kirántja a tűt onnan. Tehát az igazi önvalód működése az intuíció. Nem pusztán érzelmi intelligencia, vagy értelmi intelligencia, vagy spontaneitás, vagy kreativitás. Ebben a négyben mind megmutatkozik, de valójában ennél egyszerűbb, tisztább, és ezen jelenségektől független. Tehát igazi önvalónk működése ebben a pillanatban az intuitív tudat. Úgyhogy ezzel a hozzáadott tudással szeretném még a ma estének az értékét emelni, és hogyha van további kérdés, még egy-kettőre van időnk, akkor ezt szívesen megválaszolom. A zen gyakorlásnak van egy célja? Van. És hogyha van, akkor mi az? Ébredj föl, és szabadíts meg minden lényt a szenvedéstől. Ez nagyon világos, ez Buddha Shakyamuni óta így van. A kettő között óriási az összefüggés. Ismeri mindenki azt a mondást, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ezért kell a felébredést elérni, és úgy segíteni másokon. Mert hogyha nem, akkor a puszta jó szándék, hogyha keveredik a téves nézetekkel, akkor óriási katasztrófákat tud csinálni. Általában egyszerre gyakoroljuk a kettőt, és nézzük, hogy hogy működik. Működik-e a felébredett tudat segítőkész hozzáállásként, illetve a segítőkész hozzáállás mennyire felébredett, mennyire működik helyesen. Úgyhogy ez a célja. Egyébként még a négy nagy bodhisattva fogadalmat idézem, amely tartalmazza ezt, de ennél több. Ezt minden Mahayana iskola elmondja minden gyakorlat végén, mert nem pusztán magadért gyakorolsz, sőt, elsősorban másokért gyakorolsz. A szenvedő lények számtalanok, fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk. Ez az első bodhisattva fogadalom. A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadjuk, hogy mindtől megszabadulunk. A tanítások sokrétűek, fogadjuk, hogy mindet megismerjük. Az út a teljesség elérése, fogadjuk, hogy végigjárjuk. Ha az ember úgy megkóstol egy ilyet, akkor látja, hogy fel van adva a lecke rendesen. És végig lehet járni az utat. Meg lehet ismerni a tant. Meg lehet szabadulni a szenvedélyektől, a szenvedélyek kötelékeitől. És bizony, lehet törekedni arra, hogy számtalan szenvedő érzékszervi kötöttségben élő lénynek segíts, mert ők mind itt vannak. Mind látnak téged, és te is látod őket. Nem kell többen gondolkodni. Csak aki itt és most körülötted van. Ha így nézed, nagyon-nagyon jól megfogalmazott célokkal bír a zen. És akik gyakorolják, azok látják a minőségi változást. Belül is, kívül is. És ez a cél elérhető? Mert az a kérdésem, hogy a... Elérhető, mert voltak olyan országok, és voltak olyan történelmi időszakok, ahol a társadalom nagy része így élt, és ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt mind Kína, mind Korea életében. Kínában ez a Tang dinasztia nagyjából Krisztus után
6. század közepétől a 9. század végéig. Koreában hasonló időszak úgy hívták, hogy a Silla dinasztia. És ez világi emberek számára is elérhető, mert az érzésem, mintha csak fél munkát tudnék végezni. Tehát mintha a cél végéig egy világi ember nem tudná jutni, mert az a családom meg a saját, vagy nem tudom, a világi életem kárára menne. Fantasztikusan jó környezet a világi élet ahhoz, hogy lásd az ok és okozat működését például az emberi kapcsolatokban. Például az önfeláldozás, a család asztalára való gondolás, a letett munka, nagyon-nagyon fontos mindez. Csak gyakorolni kell, és a gyakorlás bármely élethelyzetben meghozza a gyümölcsét. A szerzeteseknek más kihívása van. Ott az van, hogy ha felmentél a hegyre, és elértél valamit, lemersz-e jönni onnan, és használod-e mások segítésére a tant. Úgyhogy mindenkinek megvan a maga keresztje itt, a kihívás, a karmikus feladat, és a világiak elképesztően komoly visszajelzést kapnak már a családtól. Nagyon sok tanítványom mondja, hogy persze jól érezték magukat ezen elvonuláson, na de amikor hazamentek. És hogyha elég hosszan voltak elvonulni, elég mélyen változtak, akkor bizony észrevette a társ is, a gyerekek is, a szülők is. Köszönöm. Szívesen. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy te miért pont a zent választottad, hogy annyi iskola van, ilyen spirituális... Ez jött szembe úgy, hogy a tanító, Szungszán zenmester számomra így 25 évesen, hogy mindent vitt. Akkor szétnéztél a... Bőven. Jóga, egyéb buddhizmus, különböző előadó művészi, egyéb dolgok. Nekem ez gyakorlatilag azt az utat adta, amin most is szívesen járok. És ez nem rossz 30 év után, hogy még most is szívesen járok rajta. Úgyhogy, ha találsz egy olyan tanítót, akivel együttműködsz, akinek a tanításában bízol, akkor nagyon könnyű magadból kitakarítani a szemetet. Mert ilyenkor bűntudat nélkül dolgozik mind a két fél. A tanító nem kelti benned, te pedig nem tolod magad elé. Nem kérsz kegyelmet és nem könyörögsz, hanem meglátod a feladatodat, és a tanító segítségével, inspirációjával jársz az úton, és el is végzed a feladatot. Azért, mert ő az volt, aki olyan minőséget képviselt, amilyet, azért járjuk az utat, nem csak én, nagyon-nagyon sokan, akik a tanítványai voltak, bőven azután, 15 évvel azután, hogy ő elköltözött ebből az árnyékvilágba. Köszönöm szépen. Szívesen. Egy gyors kérdésem lenne, hogyha volna egy röpke tanácsot, javaslatod ebbe a nagy pénzvilágban, ami itt van New Yorkban, a világszinten, ugye, mint tudjuk. Ez egy jó hely, nem kell messzire nagyon menni. Jó hely, a legjobb gyakorolni a spiritualitást nyilván. Azzal kezdtük, hogy az idő pénz, ugye, hogyha volna egy tanácsod, gyakorlat, valami, amit minden nap el tudnánk végezni ahhoz, hogy a kettőt összehozzuk. Tárgyas meditáció. Vegyél egy olyan órát, amelyik ketyeg és számlapja van. Leteszed magad elé, és napi 20 percet nézed, ahogy a mutatók mennek, és hallgatod, ahogy ketyeg. Ezt 49 napon keresztül. Köszönöm szépen. Szívesen. Majd szólj, hogy milyen eredménye volt. A kérdésem, előbb említetted a szenvedésektől való megszabadítás, vagy annak... Szenvedélyek kötelékeitől, okay, illetve és a szenvedő lények megszabadítása. Szenvedő lények. A kérdésem, a fizikális szenvedés is ide tartozik, tehát a zen vagy buddhizmus egyetért az eutanáziával, vagy ha egy állat szenved, akkor egyetért azzal, hogy meghozza egy ember a döntést, hogy elaltatja az állatot? A zen... Szerencsére nem terjed ki olyan részletes tanításra, amely meghatározná ezeket az életterületeket. Azt mondjuk, hogy mindenki tudatának tisztassága függvényében dönt. Tehát, hogyha tiszta tudattal döntesz, az egy helyes döntés lesz. Akár a távozás, akár a maradás mellett szól az a döntés. Nagyon jó kell látni, hogy annak a lénynek épp ott akkor mi szolgálja az útját, a boldogságát, a felemelkedését, és e szerint kell dönteni. Nem szabad sem az élethez, sem a halálhoz ragaszkodni, és aki a haláltól fél, az az élettől is fél. Oda-vissza. Az a kérdés jutott eszembe, hogyha az ember gyakorol, akár zen, vagy bármilyen úton van, vannak visszajelzések, hogy halad egyáltalán, vagy hogy jó irányba halad, és hogyha vannak, akkor ezek milyen visszajelzések lehetnek? Az úton való haladás előfeltétele,
hogy az önellenőrzés pányváját azt kihúzod a földből. Ugyanis az a paradox az emberben, hogy nagyon akar változni, de mindig visszanéz, és sóbálványá válik. Ne nézz vissza a korábbi önképedre, mert akkor sóbálványá válsz. Ahhoz viszonyítod magad, amihez nem kéne. És a kétségek, azok így keletkeznek. Változtam eleget? Jó irányba változtam? Előre nézz, és körül. Tehát most milyen viszonyaid vannak? Most merre mész? Régi kínai történet. Szerzetesek bemennek az enmesterhez, és megkérdezik. Mester, mester, kifaraghatjuk Buddha urunk gyönyörűséges képmását ebből a hatalmas sziklából? Azt mondja a mester, természetesen, persze. A szerzetesek boldogan leborulnak, távoznak, az utolsó kicsit hátra marad, és visszakérdezi. Mester, tényleg ki tudjuk faragni? Most már nem, mondta a mester. Hát ezért vigyázzunk. Tényleg? Működik? Változtam? Jó irányba változtam? Most már nem. Nézd meg, hogy most milyen kapcsolataid, milyen helyzetfelismerésed, milyen működésed van. És a közvetlen okozati visszacsatolásból lehet igazi visszajelzést nyerni. Az a jó, hogy a zen, ahogy az univerzum, teljesen véleményfüggetlen. Az, hogy mit gondolnak róla, az lepattan róla teljesen. De az ok és okozat működésébe teljesen belesimul, mert azt reprezentálja. Ezért mondtam a legelején, amikor a meditációról beszéltünk, hogy különböztessük meg a zajt a jeltől. Ez alapvető. Hogy belül azt a gondolatot kövesd, amit tényleg követned kell, de még 10 000 másik van. Érzelmek ugyanez. Cselekedet ugyanez. Beszéd ugyanez. Mi a jel, mi a zaj? Tanuld meg megkülönböztetni. Ehhez kell a meditáció, és akkor a jelzések nagyon világosak. Köszönöm. Szívesen. Én úgy érzem, hogy az intuícióval van gondom, tehát nem működik, amikor kellene. Amikor tényleg kell egy választás, és nem tudom, hogy a fejemre hallgassak, a szívemre hallgassak, vagy mást vegyek alapul, és aztán belekeveredek, és aztán általában az a gond, hogy nem tudok választani. Ez, hogy nem tudok választani, ez mindig visszatér. De most már azt sem hiszem, hogy van intuícióm, hogy ezt hogyan tudom. Mi az, ami benned azt hiszi, hogy nincs intuíciója? Ez annyira mókás te. Az, hogy nem tudok dönteni. Az más, hogy nem tudsz dönteni, az információhiány, félelem, egyéb elakadások. De az, hogy nincs intuíciót, azt honnan tudod? Tehát én úgy gondolom, hogy az intuíció... elmebéli meggyőződés, az, hogy valami le van gátalva, az nem jelenti azt, hogy nincs. Ja, mert én úgy gondolom, hogy az intuíció az egy olyan sugallat, ami belülről jön, és így elragad, és megmondja, hogy mit kell csinálni. Nem, ez egy reklámfilm. Oké. Okay. Az más. Az más. Hát egyelőre az intuíciót a nem tudhatóhoz vezessük vissza, és a nem tudható működése az az intuitív sugallat, és nem más. Tehát ne az elméből vezessük le, és ne várjuk, hogy az majd úgy működik, ahogy mi azt szeretnék. Rögtön dualitást hoztál létre. Az a nyomban. Idézném neked a szívszútrát, ez a meghaladó bölcsesség szíve szútra. Mivel akadálytól mentes a tudata, rettenthetetlen, és meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. Ez egy két vaskos sor. Nézzük meg egy picit, hogy ez valójában mit jelent. Az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Fordítsd vissza, ha akadály van, ha elakadás van, annak a mélyén valamilyen félelem van. És hogyha gyakorolsz, akkor ezeket az akadályokat főleg a tudattalamból el tudod mozdítani, ki tudod pucolni. A személyiségünk 5, esetleg 10% a tudatos, a többi tudattalan. Szerintem a 10% már nagyon optimista, nagyvonalú arány. Amikor az illúziókat meghaladod, akkor a karmádnak ez a felesleges égés, ez az állandó belső zaj, szorongás, az a fajta tűz, amit el szeretnél oltani, de mégse tudsz, ez a szokásoknak az állandó izzása, az ellobban. És tisztán hallasz, és tisztán látsz, és tisztán gondolkodsz, és tisztán vagy jelen. Nincs zaj, ami beleszólna. Nem vagy megkeveredve, nem vagy megzavarodva. Ez az ellobbanás, ez nem csak nirvána, a végső soron az, hogy az egyéni létnek, az ego kialakulásának még a gyökere is ellobban, és ezért tudsz választani, és nem csak vinni a nehéz terhet a hátadon életről életre.
emlékszel a zsákos szerzetes hasonlatára, ha teljesen le tudod tenni a zsákodat, akkor a zsákod minden egyes tartalmát, minden egyes darabját ott, ami belül van, tudod cserélni. Amíg ragaszkodsz hozzá, amíg csak itt van és nem látod, nem vagy hajlandó letenni, addig nem tudsz változtatni rajta. Tehát ezért van szerepe az ellobbanásnak, mert akkor a téves nézet, a harag és a kapzsiság tüze kialszik. Mert nincsenek. Nem hozod őket létre. Visszatérvén az első sorra, amit idéztem, nézd meg, hogy az akadály és a félelem hogy függ össze, felszámolod a félelmet, elmozdul az akadály. Találkoztál-e már, vagy hallottál-e már, vagy láttál-e már olyan embert, aki képes volt elérni olyan tudatállapot például, hogy meg tudta változtatni tárgyak helyzetét, anélkül, hogy hozzáért volna konkrétan, telekinézisre volt képes? Tudom, van ilyen, kérlek szépen az Amazon vezérigazgatója, nem ér hozzá egy darab könyvhöz sem, és Jeff Bezos úgy küld ki naponta több százezer ilyen küldeményt, hogy hozzá se kell nyúlni. Biztos, hogy nem erre gondoltál. De hasonló választ vártam, de esetleg most valami másik szemszögből is megközelítenéd a kérdést. Valójában mit keresel? Kérdésemre a választ, hogy ez a lehetséges-e? A kérdéseddel pontosan mit keresel? Tehát mágiát szeretnél tanulni, vagy valami egyéb ilyen furcsaságot elsajátítani? Mit szeretnél? Mondd el! Például szeretném én megcsinálni magam. Azaz! És hogyha... Nagyon jó! El kell menni az Amazonhoz dolgozni. És az elején látod, hogy mi az, amikor te a saját kezeddel mozdítod a terméket, a szállítószalagtól a drónig, vagy a teherautóig, vagy a vonatig, és ahogy dolgozol, már azt kívánod, hogy ne kelljen megérinteni, és a szervezet telekinézisével majd mozdul az a tárgy úgy, hogy neked már hozzá sem kell érned. Ez úgy megy, hogy egyre följebb lépsz a ranglétrán. Azért nem foglalkozik ilyesmivel, ezt már hallhattad. Elmondok egy történetet, az sokkalban fogja ezt illusztrálni. Volt egy Huang Po nevezetű zenmester, aki ráállt, hogy vándoroljon egy ilyen fiatal, jó gyakorló energiát reprezentáló szerzetessel, és odaértek egy megáradt folyóhoz. És a fiatal szerzetes simán átment a víz felszínén, és a folyó közepéről így visszanézett, és azt mondja, mester, mester, miért nem jön? Erre Huang Po megrázta felé a zenbotját, és azt mondta, te szerzetes, csak a saját képességeidet ápoltad. Ha ezt előbb tudom, eltöröm a lábad. Oké. Okay. Nem oké. Okay. Ó, annyira nem oké. Okay. Rád nézek, és nagyon nem oké. Okay. Úgy beredősödött a homlokod, te. Hú. Hát ez nagyon nem az, amit vártál. Mondok egy más, ez szerintem olyan lesz. Kínai uralkodó meghirdetett egy versenyt, és elhíresült ott a remeték között, a hegyek magasságaiban, hogy az uralkodó minden egyes mestert meghívott az udvarába, hogy demonstrálják a tanításukat. És nagyon sokan eljöttek, és gyönyörű kalligráfiákat írtak, és beszélgettek, és nemes tartással ültek. És odaér egyszer egy taoista remetéhez az uralkodó, aki nem szól semmit, csak áll egy fal előtt. És megkérdezi az uralkodó segédje, hogy itt van az uralkodó, mutassa meg, hogy mit tud. Erre a remete szó nélkül átment a falon. Vártak egy kicsit, remete visszajön, szótlanul ott áll. Az uralkodó pedig így szól. Az ég alattiban a falakon ajtókat vágnak. És ment tovább. Meg szeretném köszönni mindenkinek a kitüntető figyelmét, hogy ma este a Zen jegyében, a Magyar Házban együtt töltöttünk ennyi időt. Remélem hasznos volt. És akit inspirált a gyakorlatra, remélem, hogy gyakorol, elér egy tisztább tudatállapotot, és megszabadítja saját magát és környezetét is a szenvedéstől. Ez mindannyiunk lehetőségei közé tartozik, és hogy ki mikor él vele, az bizony a maga dolga. Köszönöm a figyelmet!